Évente nagyságrendileg 33 ezer rossz indulatú daganat okozta haláleset történik hazánkban, és a tüdődaganat mögött a rossz indulatú emlődaganat a második legtöbb halált okozó daganatos betegség. Évente közel 9 ezer új esetet diagnosztizálnak, és több mint 2 ezer nő veszti életét. Pedig az időben felismert betegség esetén nagyobb a gyógyulási esély. Weber Ágnes a 35 perc című műsor vendége volt. Én azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy ha elmennek a nők a szűrésre, és nagyon-nagyon a betegség kezdetekor egy pár milliméteres daganatról kapunk információt, az tulajdonképpen szinte majdnem 100%-kal biztonsággal gyógyítható természetesen. Majd, hogy nem egy rutinkezelésnek számít. És... Így van, így van. És azért ne felejtsük el, hogy 2001 óta Magyarországon a hölgyek behívót kapnak, az emlőszűrésre a 45 és 65 év közötti hölgyek, akiknek két évente megjön a behívó levél és a buzdítás, hogy menjenek el a szűrővizsgálatra. Kiemelném azokat a hölgyeket, akik nem ebbe a korosztályba tartoznak, de akár fiatalabbak, de a családjukban emlődaganatos beteg fordult elő, ugye genetikai leszármazottokról beszélünk, tehát nyilvánvaló, hogy nem a férjemnek a sógornő, igen, a sógornőjéről, hanem a vérrokonok tekintetében, akkor a szűrés sokkal hamarabb el kell kezdeniük. Az emlőrák jól szűrhető daganattípus, ezért is kiemelt jelentőséggel bír az a kampány, amely minden év októberében világszerte hívja fel a figyelmet a betegségre. A rendszeres önvizsgálat nagyon fontos, azonban nem helyettesíti a szűrővizsgálaton való részvételt. A kockázati csoportba tartozó szűrésre jogosult nők névre szóló, a szűrés pontos idejét és helyét tartalmazó szűrési értesítést kapnak. A vizsgálatokon azonban a behívottaknak csak mintegy harmada jelenik meg. Most nem állunk ebben annyira fényesen, a megjelenés arány kb. 35%-os, ezt kellene feltornáztunk azért olyan 60-70%-ra. Reggel 7 és este 7 között tudnak jönni a hölgyek szűrésre, és akkor azt a kolléganők készségesen megcsinálják nekik a felvételt, amit pedig két jártasság, emlődiagnosztikában jártas radiológus kielemez, és úgy hívjuk vissza őket, esetleg, hogyha van valami, amit találunk a mammográfiás felvételen. És utána készítünk nekik ultrahangvizsgálatot, illetve, hogyha szükséges, akkor biopsziát. A mammográfiás vizsgálatokat tekintve talán ki kell emelni, hogy az utóbbi időben egyfajta távolságtartás érzékelhető a szűrővizsgálat vélt negatív hatásai miatt. Túl van hangsúlyozva a sugárzás is, meg az összenyomás is. Ez a sugárzás, amit a modern gépek adnak egy mammográfiás vizsgálat során, az kb. Olyan, mint egy hosszabb repülőútnak a sugárdózisa, úgyhogy teljesen elhanyagolható, és az összenyomástól sem lesz semmiféle problémája a hölgyeknek. Az nekünk szükséges ahhoz, hogy jobban lássuk a felvételen az elváltozásokat, úgyhogy igen, ezek kicsit túl vannak dimenzionálva. A rossz indulatú emlődaganatok miatti halálozások jelentős hányada megelőzhető volna a szűréseken való rendszeres részvétellel. A daganatos betegségek szervezett szűrővizsgálatának elsődleges célja pedig természetesen a célbetegségből származó halálozás csökkentése.